Kérjük, ha megteheted, támogasd adót 1%-ával a Gyirmót Ese utánpótlás nevelését. Adószámunkat megtalálod a klub hivatalos honlapján is. Labdatartásban jók, de minden meccsen ezt játsszák. Tehát látványos, szerencsére nem célra törő. Mi vezetést szereztünk az első fél időben, de végén ráültünk, de ha pontosabban játszunk, az első kontrát ilyenkor be kell rugni, és akkor nem kell a végére várni, de azt gondolom, hogy a három pont megszerzése volt a legfontosabb ma. Három győzelem van egymás után most, mondhatod, hogy jó lesz a tavasz, úgy néz ki, hogy tényleg jó. Pontban még nem. Az, hogy háromszor nyertünk egymás után, az egy indulópont, de szeretnénk többször nyerni. A Diós György lesz majd a következő mérkőzés. Ilyen szempontból az kulcsmeccs lehet, mert egy kicsit meg lehet törni őket, hogy ne menjenek el annyira többünk? Hát nagyon erős csapat a Diós György. Tehát fociban mondjuk szerencsére nem mindig a realitás szokott győzni. Tehát a futballban minden megtörténhet, úgy megyünk oda, hogy megpróbáljuk megnyerni a meccset, ha bár papírban van, szerintem mi vagyunk az esélyesek. Múlt héten Hellenbay már csereként már beállhat a Tabány ellen, most jól tudom, akkor kezdő volt az NB3-ban. Mikor térhető vissza az NB2-be? Látjátok-e már az időpontot? Nem, hát kell neki azért, tehát nagyon nagy mélységből kellett neki visszakapaszkodni, óriási akaraterővel. Az, hogy NB3-ban tudott már másfél meccset játszani, az egy kiinduló helyzet. Kell neki még meccs, és akkor, de hát velünk edz. Tehát itt van velünk, az a lényeg. És ugye Nagy Patrik ugye betegség miatt hiányzott már a múlt héten, és ő vele számolhatsz? Igen, egészséges, most kettő már tud edzeni velünk. Kérjük, ha megteheted, támogasd adót 1%-ával a Gyirmót Ese utánpótlás nevelését. Adószámunkat megtalálod a klub hivatalos honlapján is. A Gyirmót TV videói a Gyirmót Sport és Wellness Hotel támogatásával készülnek.